Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük ment föl egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelme festő nem képes így ruhát kifehéríteni. Akkor megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter akkor ezt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Kedves testvérek, kedves tévénézők, Jézus meg tudja erősíteni a mi lelkünket is, éppen úgy, ahogy megerősítette az apostolokét. Megmutatta nekünk a Táborhegyen, hogy a szenvedés hegye után milyen megdicsülés vár rá. Az a ragyogó fény, amiről olvasunk, Mózes és Illésnek a megjelenése, ez mind-mind azt jelzi, hogy Jézus, akiről megvan írva, hogy sokat kell szenvednie, neki Isten dicsőséges fiának kell bizonyulnia is, és feltámad a halálból. Ezt még nem hirdethetik az apostolok, de tanúságot tesznek majd róla a feltámadása után. Kedves testvérek, ezt az örömet nem tudjuk mi hirdetni, akkor mi, a 21. század keresztényei nem az evangéliumot hirdetjük. Amen.